15 migráns támadt magyar határőrökre keddeste ásott halomnál. Gásprével fújták le a rendészeket, akiknek sikerült megakadályozniuk az illegális határátlépést. A balkáni migrációs útvonal még mindig aktív, sőt, szakértők szerint újabb menekültválság fenyegeti Európát, ha Afganisztánban a táliboknak sikerül átvennie a hatalmat. A stúdióban üdvözlöm Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mit szól -e ez az ásadhalmi esethez? Egyre elszántabbak lesznek az illegális határátlépők? Persze, itt azt kell látni, hogy ez a balkáni útvonal. Ha figyelte, akkor a osztrák belügyminiszter nyilatkozatot adott ki, hogy ők Ausztriát védik. Az összes határát védik, a magyar is, oda plusz rendőr és katonai kontingens küldtek, a szlovák határt is, és hát lehet tovább folytatni a szlovén határt is. Ettől kezdve a migránsok nem tudnak a hagyományos útvonalon menni, hogy Balkánon dél, délről északra elérem Ausztriát, vagy menedékjogot kérek, vagy továbbmegyek Németországba, onnan tovább, benne Luxa országok, esetleg Skandináv térség, és agresszívet. Mi a probléma? A bejövők 90-valány százaléka gazdasági migráns. Mi a másik probléma? Papírjaikat eldobják, nem hajlandók megmondani, hogy kik ők onnan jöttek, mindegyik szírmigráns, és mit ad Isten, 99 százalékuk január 1-én született, ez elfogadhatatlan. Magyarország védi a határait, zárójel. Amikor mi megépítettük a kerítést, Európában egyedül voltunk. Ha valaki figyeli, sorra építik a kerítést, a különböző országok lehet sorolni a balti államokat, lehet sorolni Bulgáriát, és lehet sorolni a balt balkáni államokat is, de ma már Magyarország ellen ilyen fölépés nincs, nagyon sok egyéb van, ez nincs. A magyar rendőrség és akik ott vannak, kutya kötelessége ezeket az embereket megállítani, ebből az országba az jöhet be, akit mi engedünk, nem az, aki akar. És nem olyan, hogy ő kiadja magát politikai menekültnek, és nem az, kiadja magát szírállampolgárnak, és nem az, és az egész afgán helyzet itt rendkívül borító lesz. Említettem is a felvezetőnkben, hogy az Afganisztánban zajló eseményeket, zajlik folyamatosan a nyugati kivonulás, és a tálibok is offenzívában vannak. Mennyi esélye van a Kabuli kormánynak arra, hogy amikor az utolsó nyugati katona is elhagyja az országot, akkor megtarthatják a hatalmat? Én valamivel kevesebb, mint nulla. Mondom pontosan. Annyit látni kell, hogy Afganisztánban évtizedek óta a háború folyik. 79. decemberében bementek az akkori szovjet csapatok, utána 9 után bementek az amerikaiak. Van egy afgán közmondás, ami úgy szól, hogy ha Isten büntetni akar egy nemzetet, megengedi, hogy bevonuljon Afganisztánba. második megjegyzés. Én minden évben nézem a világ legfontosabb biztonságpolitikai fórumát, két és fél nap, München-Werkunde. Itt éveken át a Kárzái szerepelt, akkori afgán államfő, aki azt mondta, hogy öt évet kér, és Afganisztán a béke és jólét országa lett. Nagyon sok időt el, semmi nem lett következő. Az amerikai hivatalos vélemények szerint az Afganisztánba befektetett pénzeink 95%-a veszett el. Ez egy hosszabb előadás lenne. Következő. E a kormány mögött ember nem áll. Van egy 300 es afgán hadsereg, ami még nem működik. Ez a hadsereg vagy szét fog esni, vagy átáll, hogy most is csinálják. Ez a kormány irányítás alatt, alatt van, nem működik. Hát két nappal ezelőtt rendkívül érdekes volt, amerikaiak kiadtak egy közleményt, hogy szétbombázták az ott lévő amerikai nehéz technikát. Így néztem, teljesen logikus. Ők átadták az afgán hadseregnek, azok vagy ott hagyták, vagy átadták a taliboknak, kész. A mai talib adatok szerint ők ellenőrzik az ország 85%-át. Itt jön az, hogy milyen kompromisszum van. Ez nem lesz kompromisszum. A tálibok át fogják venni a hatalmat, és aki nem működik velük együtt, az vagy kivégzik, vagy elmenekül. Ettől kezdve jönnek a migránsok. De az amerikaiak miért nem tudták megoldani ezt a tálib kérdést? Tehát a sajátos földrajzi viszonyokból kiindulva nem volt elég elhatározás en mögött, tehát mégiscsak lassan 20 éve zajlik az afganisztáni hadművelet, és azt látjuk, hogy a tálibok erősebbek, mint amikor elkezdődött a hadművelet. Ő, nagyon rövid nem próbálok válaszolni. Egy. Összehívtak 9-11 után egy értekezletet Brüsszelbe. Egyik oldalon amerikai hírszerzés, külügyminisztérium, Pentagon, képviselőházak. A másik oldalon a meghívott 15 szakértő a világból. Egyik én voltam. És a kérdés az volt, hogy mi, mint USA, 911 után a muzulmán világot Marokkótól Indonéziáig demokratizálni szeretnénk amerikai minta alapján. Mi a vélemény? 15-ből 15-en azt mondtuk, hogy lehetetlen, az az afgán modell, az az afganisztáni modell, amit az USA végre akart hajtani, az végrehajthatatlan. Nem tudták megnyerni a törzseket, semmit. Én végutaztam Afganisztánt, ha lenne másfél óránk bele lehetne menni, a helyzet reménytelen. Az, hogy a afgán kormány most kiadott egy olyan felkérést, hogy a migránsokat ne küldje vissza a világ három hónapig, Hát ők három hónap múlva sehol a világon nem lesznek, az esélyeik nullák. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy az afganisztáni háborút elvesztettük, rengeteg halottal, rengeteg tapasztalattal, de egy új helyzettel, és ha megfigyeli a tálib vezetés, hova jár tárgyalni? Teheránba, Moszkvába, Pekingbe, és a kínaiak, hogy a világ jelentős részén itt is fölvásárolják. Ezt akartam is bányok, kérdezni, hogy, hogy Kína késznek mutatkozik arra, hogy bevonuljon ebbe a hatalmi vákumba. Persze. Sőt, egészen friss hír, hogy Kína kész elismerni a tálib hatalmat, ha a tálibok garantálják, hogy az új között nem folytatnak agitációt. Már garantálták, nagyon érdekes volt, azt mondták a tálibok, hogy ők a világ muzulmányaival jó kapcsolatokra törekszenek, kivéve a kínai újgurókat azt Peking fenhatósága. Ezt úgy hívják, hogy reál Most ez egy egy nagyon csúnya kifejezés, ettől kezdve Kína vásárolja tovább a bányákat, mit mondanak a kínaiak? Ha béke lesz 5 év, 20 év, 25 év múlva ők ráírnak, de a bányák az övék. Tehát hihetetlen érdekes. Itt egy kompromisszum született, ugyanezt a kompromisszumot keresik a talibok az oroszokkal és Iránnal, és nyilvánvalóan nyugat ki fog szorulni Afganisztánba. Sebastian Kurz, Osztrák és Angela Merkel német kancellár is azt mondta, hogy az nem ismétlődhet meg, ami 2015-ben volt Európában, utalvánít arra a Igen. vélelmezhetően Menekült válságra ami Afganisztánból ö, lehet ki, ki igazadásképpen. Mit tud tenni az Európai Unió? Rengeteg dolgot tudna tenni egy le kéne zárni Európa határait. Az ausztrák azt mondták, hogy nézzük meg, ha ők le tudták zárni Ausztráliát, ami egy óriási sziget. Miért nem tudjuk megtenni Európával, hogy lezárjuk a Földközi-tengert és nem élnek át a migránsok. Nem tettük kettő nem tudjuk megvédeni az Európai Unió külső határait, ettől kezdve fölértékelődik Törökország. A törökök úgy zsarolnak minket, hogy akarnak, mert figyelembe veszik, hogy az Európai Unió képtelen egységesen fölépni három kursz. A kursznak tökéletesen igaza van, Ausztria egy rendkívül fontos állam a Balkánnól, vezető migrációs útonlánál, és az első valóban gazdag nyugati ország, Merkel. Hát Merkel 2015-ben mit mondott, hogy Willkommens kultúr, Isten kultúrája van, und wir schaffen dasz, mi ezt meg tudjuk oldani, nem tudták megoldani. Most, amikor Merkel lemond, hiszen véget ért a 16 éves négy kancellári ciklusa, emelt fővel szeretne távozni. Ugye ez sikerül, azt majd meglátjuk valószínűleg igen, és bekerül a neve a nagy német kancellárok közé. Szerintem a négy ciklusából három sikeres volt, a négyik nem. 2015. Én tudom, hogy ez nem a reklám helye, a Divelt főszerkesztő helyettese két évig Merkel mellett volt, és megírta a visszaemlékezéseit, az a cím -e, ahol leírja azt, hogy Merkel sodródott az eseményekkel, nem tudta, hogy mit csináljon, fölhívta az osztrák kancellárt, megállapodták, hogy a menekültek felét átveszi Ausztria, felét Németország, egy darab menekült nem akart akkor Ausztriában maradni. És hihetetlen sokat tapasztalat. Hát ha megnézem a német kormány hivatalos dokumentumait, én fél évvel ezelőtt írtam egy könyvet Németországból, idézem, ahol azt írja le, hogy Németország úgy számolja, hogy a migránsok 50%-a lesz hajlandó dolgozni 5 év múlva. Ezek elképesztő dolgok. Az teljesen bizonyos, hogy ugye a Merkel ér a véget ér, és ősztől Németországnak új kancellárja lesz, de mennyiben változtathatja meg a német kiindulást a migránsok felé azt, hogy milyen színű a kancellár, gondolok itt arra, hogy melyik politikai párt adja a kancellárt? Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes. Egy. A szociáldemokraták azt mondják, utána mondom a kancellárokat, a szociáldemokraták azt mondják, hogy csak az jöjjön be Németországba migránsként, aki hajlandó itt tanulni. A zöldek azt mondják, hogy bejöhet bárki. A CDU szigorításokat mond, az AFD pedig azt mondja, hogy senki. Hány kancellár jelölt van? Három. Ebből a Scholz rendkívül szimpatikus alkancellár, pénzügyminiszter, szociáldemokrata korábban Hamburg főpolgármesterre, az esélye nulla. A szociáldemokrata Párt 15-16 százalékon áll. A második jelölt Annalina Barbek, a zöldek társelnöke, 40-41 éves jogász, sportoló volt szimpatikus, aki nem készült föl arra, hogy ő kancellári és csinál egyetverő baromságokat. Egyre több botrány övezi azért az ő Ezért megy le a népszerűséget. tehát két naponta átírja az életrajzát. Ez kicsit sok. Fölvett 50 ezer eurót, ami nem egy nagy pénz Németországban saját pártjától leadózta, de elfelejtette beírni a vagyonnyilatkozatába. Én meg, megrendeltem az új könyvét, az a cím, hogy most, ahol rengeteg embertől idéz, de nem teszik ki az idézőjelet. Na most ettől kezdve a zöldek 30%-ról lementek 20-ra. Itt a cdu CSU. A cdu CSU a német történelemben 38-47% közt volt, kb. két hónappal ezelőtt 20-22%-on a Lasettel a párt fölment 30%-ra, én belemegyek boldogon, hogy hogy lett a Lasett kancellária, hogy nincs jelentősége. A laset elkezdett nevetni, amikor a Frank Walter Steinmeier tartott egy beszédet, hogy milyen szörnyű a helyzet Németországból az árvíz miatt. Ettől kezdve a lesz lezont. A tegnapi adatok szerint a népszerűséget 15 százalék. Jelenleg Németországban két dolog lehet, vagy CDU alakít kormányt, nem tud a zöldek nélkül, vagy a zöldek alakítanak kormányt, vagy a CDU-val, vagy egy baloldali blokkal, mindegyik más jelent, a zöldek sokkal liberálisabbak a migráns kérdésben, mint a CDU-CSU. Egy utolsó kérdés kérem röviden, csak mikorra érhet Európába az első afgán menekült hullám, az első nagyobb szabások hullám? abban a pillanatban, hogy a kabuli kormány megbukott, és abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy nincs politikai kompromisszum, hanem leszámolás lesz, ez a bukás után napok alatt ki fog derülni. Lókádi Györgynek, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.